a bátor oroszlán. Na, van fiúnak! Még csak november eleje. Ennek ellenére vannak, akik már elkezdték a karácsonyi bevásárlást. Erre minden lehetősége meg is van az embereknek, hiszen a boltok polcain már októberben megjelentek az ünnepi termékek. Elkezdtük, muszáj. Muszáj elkezdem, mert tényleg van 7 gyerek, és mire a 7 gyermeket megleped azzal, amit szeretne, vagy valami hasonló valamit szeretne, azért az idő. Az idő meg pénz. Többen úgy gondolják, még ráérnek az ajándékok beszerzésével. Majd a hónap végén, jövő héten talán majd, vagy december elején. De az igazság az, hogy én már a nagyon unokák vannak, uradom pénzt, hogy is ők vásároljanak. Kitanics Márk klinikai szakpszichológus szerint az üzletek a vásárlók fogyasztó kedvét szeretnék megnövelni, hiszen az ünnepek előrevetítésével arra sarkalják az embereket, hogy minél előbb megvegyenek egy-egy terméket. Mindez azonban az ünnepi hangulat rovására is mehet. Azt gondolom, hogy egy kicsit meg is ölik ezzel a karácsonynak a hangulatát, hiszen azt a képet festik le, mintha a vásárlás, a fogyasztás lenne a karácsonynak az elsődleges szempontja, nem pedig az a hangulat, amit egy család meg tud teremteni saját maga számára, aminek a középpontjában nem a profitorientáltság, és nem a pénz, és nem az anyagiak állnak, hanem egy szeretetteljes légkör. És hogyha ezt áttesszük egy ilyen anyagias világba, akkor gyakorlatilag megöljük a karácsonynak a hangulatát és a szellemiségét. A kereskedelemre viszont rendkívül jó hatással vannak az év utolsó hónapjai. Fischer Sándor, a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke azt mondja, a gazdaság visszanyerte a koronavírus járvány előtti szintjét, sőt tovább növekszik a bérek emelkedésének és a munkanélküliség csökkenésének köszönhetően. Ezek a tényezők odahatottak, hogy nőtt a lakosság vásárló kedve, és még az elmaradt vásárlásokat is most pótolják, tehát azt mondhatnám, hogy ez a következő 2 hónap az jelentős kereskedelmi forgalom növekedéshez fog vezetni. Fischer Sándor elmondta, általánosságban a kereskedelemben a vállalkozók az év utolsó 2 hónapjában termelik meg az éves jövedelmük jelentős részét.